A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már azzal számol, hogy a szállásadók egynegyede bezárhat térre az elszálló energiaárak miatt, emiatt sokan maradhatnak munkanélkül, írja a Portfolio.hu. Egy 100-150 szobás vidéki wellness szálloda energiaköltsége eddig árbevétel arányosan 7% volt, ez most minimum 25%-ra emelkedik azonos vendégforgalom mellett, nyilatkozta Baldau Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ráadásul a forgalom csökkenésével is kalkulálni kell, hiszen ebben a helyzetben az emberek kevesebbet tudnak pihenésre áldozni. Stábunk helyi szolgáltatókat kérdezett a témáról. Az egyik belvárosi szálloda ügyvezetője azt mondja, napkollektor, napelemek és energiatakarékos izzók használatával próbálják csökkenteni a fogyasztást. Itt egyelőre nem terveznek bezárást, de a profit várhatóan elmarad a Covid időszak előttitől. Emellett idén már többször kellett árat emelniük. Nem tervezek bezárást, a kollégák munkahelyének megtartása fontos szempont, de nyilván, hogyha veszteséget kezdene el termelni a ház, akkor a szükséges intézkedéseket meghoznám. Érezzük a visszaesést, kevesebb a vendégforgalom, ebből is adódik, hogy kisebb profitra kalkulálok. Hasonlóképpen vélekedik egy másik fehérvári népszerű szállásadó. A város egyetlen wellness hotele és étterme is megújuló energiaforrásokat használ, ami jól jön, mert nagyon magas a fogyasztás. Bezárást azonban itt sem terveznek, de tartanak attól, hogy nagyon magas lesz a rezsi. Nem tervezünk semmilyen bezárást. Az étteremben is szerencsére szépen vannak vendégek, a szállodában is. Áremelés biztos, hogy lesz, és nagyon nem tudjuk még, hogy mekkora mértékű, hiszen pont a tegnapi hír, hogy a cukor, amit ugye mi nem vehetünk hatósági áráson, mi 540 forintért kaptunk már a tegnapi napon cukrot, és ez csak egyetlen egy tétel, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden vendéglátóhely még fog árat emelni. Számos hazai szálloda jövője függhet attól, hogy milyen gáz- és villamos energiaszerződést tudnak kötni a jövő évre vonatkozóan. A legtöbben kormányzati segítségben bíznak. Ha nem érkezik támogatás, a szektornak tömeges bezárásokkal kell szembenéznie.